gőzölni szeretek, amikor egyetem alatt ruhaboltban dolgoztam, mondom, imádtam a gőzölt. Úgyhogy nem lehetem most egy, nem egy gyári méretűt, de ugyanattól a márkától, ami ilyen ruhaboltokban van gőzölő. Egy ilyen kézi steamert. Na szóval ez a Riley Rose. Ilyen kis cuki rózsaszín. Mindenképp nézzétek meg a websájtját, bár nem tudom, hogy szállít-e Magyarországra, de aki Amerikában van, oda biztos szállít. És néztem róla ilyen YouTube videókat, annyira isteni lehet egy igazi üzlet, mert egy nem az online szor, hanem a valódi üzlet is. Nagyon jól néz ki, én azt jösen elmennék majd egybe, és fogok, csak San Francisco-ban nincs. Na, lássuk, hogy cuki doboza van. Szóval rendeltem két neonfényt, itt a bejáratnál, ahol most ülünk, van egy beugró. Oda lesz majd egy asztal, egy ilyen pillanctick tapétát szeretnék felrakni a falra, és ilyen neon accessories-t. Ezt a holdat szerintem nem ide fogom a bejárathoz rakni. Nincs rendes ollón, ez egy való olló. Nem baj, mert Ricsi vett 9 millió elemet az Xbox-jához. Majd belerakom, kipróbáljuk. És kipróbálom most is. Annyi sebb van az ujjamon már, főleg a jobb kezemmel kb. És semmit nem tudok csinálni. Yes! Úristen! Na ez az első fele, de a hátsó felével is van néz ki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sötétbe hogy néz ki. Akkor ugyanezt megrendeltem egy Hello Sign-ban, ezt is a bejárati, ezt a bejárati azt ide ebből a beugróban, amiről az előbb beszéltem, ide szeretném kapni. Így bejössz, így rögtön az legyen. Hello! On. Ha jó. I love it. És tényleg nagyon, nagyon tetszik a branding ennek a Riley Rose-nak. Cuki, pink minden. Jó, még ez is rózsaszín volt benne. Jó, rendeltem még egy ilyen pink tray. Ezt még nem tudom, hogy majd lesz egy polcben, hogy arra rakjam el, vagy itt a bejáratnál tartsam ilyen kis leveleknek, vagy mindenféle kacatoknak. Ezt még nem mondtam ki, előbb megtalálom a helyét, mert hogyha nincs helye, akkor majd vissza is küldöm. De jól néz ki, meg a mérete is tetszik. Ezen kívül egy nagyon unalmas dolgot rendeltem, egy ilyen portörlőt, mert 3 dollár volt, és még 3 dollár kellett a rendelés, hogy innen kiküldjék, úgyhogy ez amúgy is jól fog lenni. És egy ilyen pink iPhone töltőt, és még szerintem ez a szekrény lesz. Ó, ez nem a szekrény. Ez egy kicsit unalmasabb dolog. TJ Maxx-be, meg Home Goods-ba. Ez TJ Maxx-ből van, sós-sós tartó. Alapdolgok, mint evőeszköztartó. Ja, szeretek a tükröt. Dobozok majd a szekrényünkbe. Új párnál, ezeket a párnákkal teszem Calvin Klein. Vettük a Home Goods-ba. Cuki kis akármi, kosár, nem tudom még mire, valamire. Ja.
TV oda, amit a nappaliból és a hálószobából is lehet nézni. Ja, és végül kicseréljük az ágyrácsot, mert ez nem tetszett, amit vettünk. Úgyhogy azért most ez szét van szedve. Szintén ezt a növényt, ez is Home Goods. Az is gyertya is, és ez a szobaparfum is. Ja, még várom a lücsit. Szerintem hozni fog pizzát, éhen halok. Vettünk még a zuhanyra egy ilyet. Ezt is a Home Goods-ból. Tegnap még egy ilyet vettünk a Targetben, mert ezzel szeretem tisztítani az ilyen üvegfalat. És az IKEA-ban még egy ilyen törölköző tartót. Fogantyúk voltak ezen a szekrényen, ami amúgy önmagában nem is tetszett, de főleg ezzel a cuccal együtt nem. Fogok szenvedni azzal, hogy egy új szekrényt keresek ebbe a nagyon hülye méretbe, úgyhogy végül találtam a Targetben tegnap ilyen fogót. Ez a Project 62. Ez a Targetnek egy ilyen lakberendezési márkája, és baromira tetszik amúgy ez. Egy ilyen sokkal modernebb a hangulatot ad az egésznek. Amúgy ezeken gondolkodom még, hogy ezeket lehetne kicserélni. És találtam egy ilyen fekete matt fém. Nagyon-nagyon tetszik. Jelenleg itt tartjuk a mindennap használatos dolgokat a fürdőszobában, a WC tetején, mivel itt sehol semmilyen storage nincsen igazából. És erre próbáltam megoldást találni. Ma jártam a Container Store-ban, ahol egy ilyen ajtóra akaszthatós dolgot találtam. A tetején van egy ilyen basket, kosár rész, és az aljára akaszthatjuk a törölközőket, ami eddig egy ilyen szimpla IKEA-s dolgom volt. A másik opció pedig így néz ki, ezt ide a zuhany oldalára tehetjük, sajnos ezzel kéne majd valamit kezdeni, ha ezt választom. Ez így néz neki, hogyha meg lenne telítve. Még ez. Amúgy nagyon tetszene, ezen azon gondolkodom, hogy ezt esetleg még le lehetne fújni ezüstre. Ez amúgy 6 dollár, ha ez van a Container Store-os, ajtóra akaszthatós akármi megrakva a cuccainkkal. Ez amúgy jól néz ki, meg ezt nem is kéne lefújni, ez 21 dollár. Köszönöm, hogy ezt az epizódot is megnéztétek. A következő részekben majd szeretném megmutatni, hogy mi lett a végkifejlet, és ha pedig a videó tetszett nektek, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok!